olyan jó előadókkal léphetek most egy színpadra, akik közül nagyon sokan gyerekkori példaképeim voltak, és akik közül nagyon sokan én nőttem fel, és nagyon sokat hallgattam közük, úgyhogy nagyon megtiszteltetés, akár a Mr. Igengel egy színpadra lépni, akár a Depresszióval, vagy olyan zenekarok, amik nem csak hogy nagyon nagy táborral rendelkeznek, rajongói táborral, de méltóan rendelkeznek nagyon nagy táborral, hiszen nagyon régóta benne vannak a zenei szakmában, és jobbnál jobb dolgokat köszönhetünk nekik. Ha lehet szurkolni, akkor a Cimboráknak szurkolunk, a Depresszió zenekarnak. Én a Szécsi lányoknak, mert... Igen, mindig is szeretett volna ikrekkel lenni egyszerűen. Volt, ami szőke csaj, nagyon jól nézett. Mivel egy menedzsmenttel érkezünk, és amúgy is nagyon szurkolok ennek a két fiúnak, ők Kelly Sanders és Pál Dénes. Szerintem nagyon jó daluk van. A stílusban legközelebb áll jó zenekar az a Mr. Igeng, aki hasonló zenét játszik, mint Bárbadó, szeretjük őket. Az köztudott egymás közt a királynéndában évek óta szerelmesek vagyunk. Tehát, hogy és ne, ezt most találkom majd, ami engem illet. Leginkább Gigi tetszik, a Kelly Sanders András dala, Viktor és a Lindája. Tetszik a Knoll Gabi dala, a Cserpes Lórának a dala, a Bogi-nak a dala, New Level Empire, Pál Dénesnek is jó dala. Ilyen dala nekem nagyon-nagyon tetszik, és Zoláék, a New Level Empire. Az ő dalok is nagyon-nagyon tetszik. És örülök, hogy bent vannak a versenyben a Gigi, a Király Viktor, a Király Linda, a Hien, meg hát csomó ember még, akit nem is ismertem is, akik nagyon tehetségesek. Nekem van egy kedvencem, és a kedvencem között a Full Moon zenekar, illetve nem is zenekar, a Full Moon énekegyüttes, azt hiszem, hogy nevezhetem, vokálegyüttest tartom az egyik nagy ellenfélnek. Ott Mészáros Tamás egyébként volt lakótársam is, úgyhogy ismerem minden rezdülésedet, figyelj. Nagyon fantasztikus egyébként a dalotok, egyik személyes kedvencem, úgyhogy ti mindenképpen ilyen ellenfélnek számítatok. Szerintünk nekünk konkrétan 29 ellenfelünk van, tehát konkrétan mindenki, aki ebben a mezőben benne van, rajtunk kívül az ellenfélnek tekinthető. Kálai Sanders Andrást egy nagy ellenfélnek tartott például. Igen, egyébként a szám az tényleg jó. Igazából nem tartok senkit ellenfeleknek, inkább egy játéknak érzem ezt az egészet. Sokaknak tetszik a dala, és azokat én is hallgatom otthon. Például a Honey Beast együttesét, ez nagyon jó pofa a magyar szövege, és Kálai Sanders Andrásnak a dala is nagyon tetszik. Nekem speciál két produkció van, ami nagyon megfogott, az egyik Knoll Gabinak a dala, és az ő hangja, a másik pedig a Pál Dénes. Én úgy gondolom, hogy a úgymond testvérzenekarunk, a New Level Empire lehet a legnagyobb vetétársunk az ő zenéjüket. Nagyon sokan csipázzák, mi is csipázzuk, és a barátaink alkotják a zenekart. A mi jó csapunk a következő, hogy ugye az volt a kérdés, hogy rajtunk ki neki ellenére a döntőbe. Szerintük Olyan Krigra, Gáját, Bálint és Csitot.